Mint ahogy az előző részben ígértem, ma egy kicsit extra húsvéti süti fog következni. Ez inkább kifejezetten felnőtteknek ajánlott, de természetesen el fogom mondani, hogy hogyan tehetitek gyerekbaráttá. Sokak számára a húsvét és a karácsony fontos eleme az igazi krémes tojáslikör, ezért gondoltam, hogy ezt felhasználom egy desszert elkészítéséhez. Tojáslikör krémes mini tartot fogok készíteni cukrozott árvácskával. A tojáslikör eredetéről többféle sztori is kering, és valószínűleg mindegyik igaz, és hasonló ital alakult ki a világ több pontján is. A legérdekesebb talán az advokat, ami egy holland ital eredete, ugyanis a holland telepesek Brazíliából hozták magukkal a receptet, és megpróbálták a hozzávaló avokádót is meghonosítani itt Európában. Igen, jól hallottátok, avokádót, ugyanis Brazíliában eredetileg az avokádót keverték fűszerekkel, tejjel és alkohollal, hogy így készítsenek incsiklandozó italt. Európában az avokádó nem annyira akart megmaradni, ezért megpróbálták valahogy leutánozni, és ez olyan jól sikerült nekik, hogy azóta is advokat néven szerepel ez az ital a hollandoknál, de ahányház annyi szokás. Van, aki vodkával készíti, van, aki fehér rummal, de az angolok például brandit használnak bele, most én is ezt fogok beletenni. De ne szaladjunk ennyire előre. Azért, hogy ne legyen nagyon egyszínű a végeredmény, kakaós linzertésztát fogok készíteni a tarthoz. Ilyen esetben nincs más dolgunk, mint a linzertésztához szükséges liszt egy részét kakaóporra cserélni. Ezután célszerű a vajat időben kivenni, hogy szobahőmérsékletűre tudjon hűlni és könnyen tudjunk vele dolgozni. Utána már csak annyi a teendő, hogy a lisztet, a vajat, a kakaót és a porcukrot jól összegyúrjuk. Ilyenkor vigyázzatok, mert hogyha a linzertészta túl sokat kap, akkor úgy mondják, hogy leég, és nem lehet majd szépen kinyújtani. Amikor megvan a kis tésztagombócunk, akkor becsomagoljuk fóliába, és nagyjából egy fél órát hagyjuk hűvös helyen pihenni. Ezután kinyújtjuk, és beletesszük a formába. Ezt többféle módon is megtehetjük, attól függően, hogy mennyire van kedvünk pepecselni, és milyen a formánk. Én most azt a megoldást választottam, hogy először kivágtam egy akkora darabot, mint a formának az alja, ezt belehelyeztem, majd pedig sávokat vágtam, és ezt szépen oda nyomkodtam a forma oldalához. Ilyen esetben arra kell vigyázni, hogy ahol találkozik az alja és az oldala, ott jól elsimogassátok az ujjatokkal, hogy össze tudjon sülni. Plusz a végén a felesleges tésztát késsel óvatosan vágjátok körbe. Mehet bele egy kevés bab, majd 180 fokon nagyjából 7 percig sütjük a sütőben. Mivel kakaó van a tésztában, nem látjátok, hogyha pirul, és nagyon könnyen meg tud égni, úgyhogy célszerű ott maradni vele és vigyázni rá. Amíg sül a tészta, addig nem látok neki a krémnek, majd csak amikor már várom, hogy kihűljön. A krémhez egy sűrű tojáslikört fogunk főzni. Én alapvetően a tojáslikört úgy szoktam főzni, hogy a tojássárgáját felverem a cukorral, majd elkeverem a melegedő tejben, még egy kicsit melegítem, jöhet bele az alkohol, és kész is. Viszont ez így krémnek nem feltétlenül ideális, ezért kell majd egy kicsit besűrítenünk. Ehhez nincs más dolgunk, mint hogy a tojássárgáját felverjük a cukorral, majd belekeverjük a lisztet, majd feltesszük a tejet melegedni a vaníliával, és amikor már látjuk, hogy kezd forni, akkor belekeverjük a tojásos részt. Addig keverjük folyamatosan, amíg egy picit megrottyan és jól besűrűsödik. Ezután félretesszük, és az alkoholt akkor rakjuk bele, amikor már nem forró a krém, csak meleg. Most hagyjuk jó alaposan kihűlni, hogy a felvert tejszínhabot ne tegye majd tönkre a krém. Addig, amíg ez hűl, addig elkészítem a díszítést. Soha nem szerettem a főzőműsorokban azt a mondatot, hogy ó, én már előre elkészítettem egy adagot. De az a helyzet, hogy most nem tudom kikerülni, hiszen a cukrozott virágok, amik díszítésként kerülnek majd a tart tetejére, egy éjszakát nagyjából száradnak. Ehhez használhattok bármilyen ehető virágot. Árvácskát, rózsaszirmot, levendulát, fehér akácvirágot, bodzát, vagy bármi más ehetőt. Nem nehéz a feladat, csak egy kicsit maszatolós. A tojásfehérjét egy villával fellazítom annyira, hogy már ne legyen olyan nyúlós, a kristálycukrot pedig átszitálom.
Azért van erre szükség, hogy csak a finomabb szemcsék maradjanak meg, és szépen tudjon majd a virágon eloszlani. Ó, majdnem elfelejtettem mondani. Amikor a villával felvertétek a tojásfehérjét, akkor a habot vegyétek le a tetejéről, mert ez zavarni fog abban, hogy beledugjátok a virágot. A leszedett virágfejeket belemártom a tojásfehérjébe, kicsit lecsöpögtetem róla, majd átrakom a kristálycukorba, jól összerázom, hogy mindenhol befedje a virágot, majd mehet át egy sütőpapírra. Kell neki egy éjszaka nagyjából, hogy megszáradjon, és utána gyönyörűen fel tudjátok majd rakni a süti tetejére. Most, hogy minden tökéletesen kihűlt, nekiláthatunk a krém összeállításának és a tartok betöltésének. Ehhez csak annyi a dolgunk, hogy a tejszínhabot felverjük, majd pedig rakunk bele egy kevés porcukrot. Ha ez megvan, akkor az előre főzött alapot is jó alaposan át kell keverni habverővel, hogy össze tudjuk utána forgatni a tejszínhabbal. Nem fog kelleni bele se zselatin, se semmi, mert a jó sűrű pudingos alap meg fogja tartani a tejszínhabot. Összeforgatom a két krémet, és már készen is van. Én most úgy töltöttem bele a tartformákba, hogy zsákba raktam, és az egyik félét ilyen kis csigavonalasan, a másikat meg ilyen kis pamacsosan. De úgy csináljátok, ahogy kedvetek van. Tölthetitek úgy, hogy csak simán elkenitek egyenesre, vagy tölthetitek csillagcsővel, és akkor picit mintásabb lesz, de tényleg a fantáziátokra van bízva. És megszórtam a maradék linzertésztából készült morzsával. Megmondom őszintén, én nem győztem ámulni, nekem nagyon tetszik a végeredmény, és alig várom, hogy kitehessem a húsvéti asztalra a sonka után. Hogyha nektek is ennyire megtetszett, akkor jöhet a like, és a videó alatti leírásban megtaláljátok a pontos receptet. Ha nem szeretnétek lemaradni legújabb tartalmainkról, akkor célszerű feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Ó, majdnem elfelejtettem, ha gyerekek is ennének belőle, akkor egész egyszerűen hagyjátok ki belőle az alkoholt. És természetesen nem csak húsvétre tökéletes. Boldog nyuszit mindenkinek! Sziasztok!